Spánya Antal megyés püspök ünnepi szentmise keretében áldotta meg a Kaszab István ifjúság és szabadidő központot Fehérvár Csurgón. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a város polgármestere Schmidt-Nécser Viktória, gróf Károlyi György és felesége Angelika, Jákob Judit Ibolya református lelkész és Szarka István evangélikus esperes. A szentmisén a helyi és környékbeli családokból álló gitáros csoport végezte a zenei szolgálatot. A fiatalok, kisgyermekes családok, nagyszülők körében tartott beszédében a főpásztor a közösség megtartó erejét emelte ki. Elmondta, az átadásra kerülő Kaszab István központ névadójának tisztelete tükrözi, mekkora szükség van arra a reményre, amelyet a hitvalló kispap szenvedései ellenére átélt és példaként elénk tárt. Tanuljanak tőle, tanulják meg azt a példamutatást, azt az odaadottságot, amely annyira jellemző volt Kaszab Istvánra. Hogyha mi ezt tudjuk tovább ápolni, nem tudom, hogy a boldogavatás mikor történik meg, reménykedem, bízom benne, hogy ez megtörténik, de ez egy másodlagos dolog. Ő akkor is segít bennünket, akkor is példa nekünk, akkor is lelkesítés kell, hogy segítsen minket. Nagy öröm, hogy ezeken a szentmiséken, amelyeken Kaszab Istvánra emlékezünk, egyre több cserkész jelenik meg. Nagyon örülünk annak, hogy a jezsuita rend is ismét jobban, mint korábban magáinak érzi ezt az ügyet, és az egyház megyében is egyre tágabb körben kezdik őt keresni, tisztelni, imádkozni azért, hogy az ő boldogavatása mi hamarabb megszülessen. Morocz Tamás plébános örömmel számolt be a helyi katolikus közösség tagjainak a templomért, plébániáért végzett példaértékű munkájáról, amely tanúságot tesz mély hitükről, egyházukért érzett szeretetükről. Fiatal családokról lévén szó, és sokan sportolnak, keresik a természettel, a mindennapi erőléttel a kapcsolatot, és hát ebben az egyházmegyében, hogy ne Kaszab Istvánról nevezzünk el egy olyan házat, amely szolgálja a szabadidőt, a rekreációt és a kikapcsolódást, a pihenést, hiszen ez egy táborhely is, ez egy szálláshely is, ahová az ország különböző pontjairól érkeznek és távoloznak itt gyerekek. És úgy gondoltuk, ez a legtermészetesebb dolog, hogy egy olyan házat, ahol a játéké, a futballé, a sporté is lehet a főszerep, és hát önmagában a családok léte is, azt hiszem, hogy egy biciklitúra, egy közös erdély kirándulás adja lehetőségét, hogy arról a Kaszab Istvánról nevezzük el, aki részint egyházmegyénk hitvallója, akinek a boldogávatásához ezzel is hozzá tudunk járulni, hiszen az ő hírneve, az ő szeretete ezáltal nagyon sokakhoz eljut, hiszen nagyon sokan érkeznek egyházmegyénken túl ide táborozni, és nekünk is erőt ad az ő személyisége. A szentmise után a megyés püspök megáldotta a volt plébánia épületet, a Kaszab István ifjúsági és szabadidő központot, amelynek munkálatai 2011-ben kezdődtek, és 6 millió forint állami, 2,4 millió egyházmegyei támogatással, mintegy 6 millió forint saját erő felhasználásával, valamint példaértékű társadalmi munkával 2014-re befejeződtek. 10-15 főből álló helyi ifjúsági ima közösség, illetve több ehhez az ifjúsági közösséghez kapcsolódó család közös szándéka volt, hogy az akkoriban kezdődő templom felújítás után a plébániai épülettel is próbáljunk valami hasznos dolgot csinálni, funkciót találni, élettel megtölteni ezt az épületet. Pályázati lehetőségek is nyílottak erre, és most jutottunk el oda, hogy belülről félig meddig befejezetnek mondható az épület. Készen van egy nagy közösségi terem, konyhák, melegítőkonyha, tálalókonyha, és a szobák is teljesek, bebútorozottak, új emeletes ágyakat csináltattunk, és fogadjuk a vendégeket, hál' Istennek, szép számmal, komoly igény van rá, tehát mutatja a ide látogatók nagy száma, hogy ez egy jó gondolat volt, és azt hiszem, hogy valószínűleg ennél még sokkal több ilyen típusú intézmény is működhetne az országban, mert nagyon nagy igény van rá.
Az akár 30 fős csoportoknak szállást biztosító épületben továbbra is terveznek fiataloknak, családoknak szóló közösségi programokat. Az átadás napján is családos rendezvénynek adott helyet a Kaszab központ, ahol a helyi egyházközség tagjai megünnepelhették az összefogást, a tapasztalatot, hogy az önzetlen szeretet valóban csodákra képes.